Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytassuk hát a Resident Evil 3 remake végigjátszását, és az a feladatunk, hogy meg kell mentenünk Jillt, ugyanis az előző részben megint összetalálkozott Nemesis-szel, igaz, hogy sokkal nagyobb volt, meg továbbfejlődött, meg keményebb, meg gyorsabb, stb. Annak ellenére, hogy Jill legyőzte, mégis sikerült megfertőződnie, mert Mr. Nemesis így vállon szúrta valami szutyokkal. És most az a feladatunk, hogy keressünk ellenszert itt a kórházban, úgyhogy megyünk is és megkeressük, és megmentjük szegény Jányt. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Jó, ő jön, úton van, nekem meg kell keresni a Mr. Tudóst. Vagy Mr. Orvost. Mert hát, ha tud segíteni Jillnek, jó. Oh, first aid, jöhet. Oh, ott meg van valami. Mi ez? Lőszer. Nagyon jó. Jó, akkor ezen az ajtón nem megyünk be, ezen viszont igen. Zombik, hello! Aha, valahogy éreztem, hogy lesznek zombik. Az nem tudom, hogy miért nem kapta. Padló. Ó, ez a kontrolleres célzás! Na nézzük. Hát, ez meg fel kell. Most már nem. Ott azon az ajtón meg valaki nagyon be akar jönni. Be is jött. Jó. Akartok fogadni, hogy nem halt meg? Te felkelsz? Te nem kelsz fel. És te? Most már ő sem. Hé, hello. Hát... Tessék már... halottnak maradni. Jó, ez nem kell fel. Ez viszont igen. Most már nem. Itt láttam egy piros növényt. Van zöld? Nem, nincs. Jó. És ez a szoba tiszta, úgyhogy mehetünk szépen tovább. Merre megyek? Ide kéne valahogy bejutnom szerintem, mert nagyon úgy jelezte ott előbb az a szar. Aha, ezt nem tudom kinyitni csak Jill-lel. Mondjuk igazán elvehettük volna tőle, vagy elkérhettük volna a lockpicket. De hát ez van. Úgyhogy valószínűleg ezt a területet Jill-lel is be fogjuk járni. Egy kazetta lejátszó, egy Walkman. Tök jó. Mire lesz jó? Ó! Ebbe kell majd egy kazetta. Ó, értem. Jó, oké, megvan. Itt egy zöld növény. Akkor ezt már kombinálom is ezt az előző pirossal. Jó, megvan, hogy mire kell majd a Walkman. Ó, oh, de sokan vagytok. Nem... nem gondolod úgy, hogy össze kéne esni. Ez a zombi, ez meg arcra egy az egybe úgy néz ki, mint a rendőrségen, aki elkapott az office-ban, amikor mentem a széfet feltörni. Újra hasznosították a modellt! Te ugyanannal nem akarsz kijönni. Ó, te szemét. Gyere vissza. Na nézzük, ki az, aki fel kell? Ő. Jó, ez összeesik. Nyugodjál már le, haver! Te? Te nem kelsz fel. Itt van valami? Assault rifle, az kell, mert most előttem egy csomó.
Hopp! Ez mondjuk elég menőn nézett ki. Jó, ez már nem kell fel. Kösz a lőszert. És itt még valamit fel lehet venni. Keressük már meg. Vagy... Kíváncsi vagyok, ez betörik? Nem. Ó, bakker. Ide kell valami kártya. Hogy erre megyünk tovább. Itt egy maci. Szia, mackó. Bemennék. Hát, vagy nem. Ja, írja is egyébként, hogy piros, azon nem tudunk bemenni. Majd akkor később. Macival semmit, akkor jöhet a következő emelet. Azt a... Jó, ez nem kell fel, nincs feje. Hú. Jó, ez egy kicsit parás volt. Nincsen semmi baj. Még mindig barna alsó van rajtam, mert készülök ilyenekre. Ez nyílik, és arra is kell tovább menni. Jó, erre semmi tárgy. Kijöttünk a tetőre. Ez nekem miért jó? Oh, hello. Na, hova mész? Gyere ide! Hát ez valami orvos egyébként, legalábbis a ruházatából erre következtetek. Jó, a tető tiszta. Erre. Pisztolylőszer. Ez az. Nézzük az ajtókat. Itt mögöttem. Ez nyílik? Nyílik bizony. Ó, lőszer. Szól a lágy pornós zene, úgyhogy ez safe zone. Jó, na nézzük. Mi az, amit kirakhatok? Mondjuk a first aid-et kirakjuk. Ezt is kirakjuk egyelőre. Meg a zöld növényt is kirakjuk. És egy first aid-et meghagyunk magunknál. Ezt így összekombinálom. Így. És még mindig van valami, amit felvehetek. Lőszer, nagyon jó. És most tiszta a terület. Okés. Így. Csinálunk egy mentést, biztos, ami biztos alapon, és akkor mehetünk tovább. Térkép. Nagyon jó. Azt a rohadt. Ez egy picit nagy. Ez zsákutca lesz. Stuff room. Aj, fúj. Ez nem túl bíztató. Attak, jó, de nem pisztoly fog kelleni. Mi baj, hogy az fel fog kelni? És nem. Mi ez? Az is ápoló nő jegyzete. Dr. Young. Ezt sem tudom kinyitni, mert is lockpickem. Assault rifle? Nyilván ezt sem véletlenül kapom. Ez mi ez? Eltűnt a kulcs. Uh-huh. Tehát akkor ezt nem tudom kinyitni. Kulcs kell hozzá. Jó, akkor ezek a zombik, ezek majd nyilván akkor fognak felkelni, mind, hogyha nálam lesz a kulcs. Fasza. Akkor ezt meg kell jegyezni, hogy ez itt van.
Nurse Station. Erre még nem voltam. Itt át lehet bújni? Ja, hogy nem erre. Oké. Kösz, hogy megválaszoltad a kérdésem. Itt viszont ki lehet ugrani. Assault rifle. Valószínűleg tartom, hogy arra kell menni. Ez is zárva van. Akkor akarta fogadni, hogy ez is? Nem, ez itt van. Hol vagyok? Nurse Station. Meg a sick room. A beteg szoba. Jó, ez nem kell fel. Most azon gondolkodom, hogy ott vajon hanyan fognak bejönni. Meg milyen közel kell mennem az ajtóhoz, hogy... Na, de jó, ehhez meg kell egy kombináció. Vajon hova lesz leírva? Nehogy összeessél, nem azért lőttem a fejedbe egy csomót. Na, jössz! Gyere, hopp! Ú, basszus, de mellé lövök. Jó, azon az ajtón még be akar jönni valaki. Na, megjött a biszti őr is. Szia! Jó, kés is ellenőrizzünk. Tök jó, hogy eddig nem kaptak el. Jó, akkor a... Erre megyünk. Na. Nem nagyon akartam ezeket ellőrőzni, de... Muszáj volt. Ó, szia. Jó. Ezt gyorsan újra töltjük. Ezt felvesszük. A szekrény? Nem, a szekrény nem nyílik. Mit keres egy beteg szobában? Kézigránát? Meg gépfegyverhez töltény. Jó. Ez így teljesen tiszta. Aha. Vajon... Hol lehet a safe kombináció? Ide megint nem tudok egyébként menni, mert ide kártya kell. Ó, ugye a fenébe. Ezt tudjátok mit jelent, hogy még nem ide kell jönnöm. Ezen sincsen rajta kód. Akkor az azt jelenti, hogy muszáj vagyok ide leugrani. Ez egy kulcs. Megvan az izének a kulcsa, jó? És most ki fog az életemre törni? Nem tudok visszaugrani. Vissza akarok menni. Szét kellett volna néznem a már... Ó, növény! Ezt nem hagyjuk itt. És még mindig van valami, amit nem vettem fel itt. Visszaugranék. Nem látok egyébként itt semmit. Milyen érdekes.
Jó, hát akkor erre. Na Carlos, nyisd az ajtót! Jaj, tudom, hogy hol vagyok. Oké, itt már jártam. Most vagyunk fel az emeletre. Itt esett le a hulla. És... hova kellene? Az a baj, már nem emlékszem. Pedig most volt, nem olyan rég. Itt volt a tető. Ne ijeszgess ilyen hangokkal, jó? Az mi volt? Az mi volt? Tudni akarom. Itt valami elszaladt. Mi van akkor, hogyha én itt ugrok le? Mert ez a másik oldala a helynek. Vagy nem? A fene vidnél ott kellett volna kiugranom. Jó. Oké. Meg lesz. De mi volt ott, ami az előbb elszaladt? Az tudja, hogy le kell, hogy lőjem. Nem akarom. Félelmetes. Megint ki a tetőre. Vissza a tetőről, be az ébe, ide. És először leugrottam. Nem itt. Nem is erre akartam jönni most. Hanem... hol volt? Itt erre. Itt szaladt el az a mukimaki. Tehát először azt hiszem itt ugrottam le, nem? Igen. Aztán átjöttem, és ott ugrottam le, és az sem jó. Tehát akkor kéne egy harmadik hely, ami... hol van? Csak azon két helyen lehet leugrani. Akkor itt hagytam el valamit. Bizony, hogy itt hagytam el valamit. Kombinálja csak össze. Grip. És még mindig van itt valami. De akkor mi? Oda. Valahogy le lehet oda esni. Oda. Na majd mindjárt megkeresem. Jó, ezért a grippért megérte, mert így pontosabban fogunk tudni lőni. Tehát a fegyvernek nem lesz akkora szórása, feltéve ha én jól tudok célozni kontrollerrel. Na, azt mondja, hogy megint ki a tetőre. Át ide. És... igen... hol ugrok le? Mert itt már leugrottam. Meg leugrottam már itt is. És máshol nem lehet. A fasz nem ott. Oda át kéne jutnom. És ott még nem is jártam egyáltalán. De itt nem lehet átbújni? Itt meg nem tudok tovább menni. Jó, megvan, hogy hol kell leesni, csak nem tudom, hogy jutok el oda. Azon kell leugranom. Na nézzük, hogy... de itt is el van torlaszolva. Na jó, menjünk be ide. Mert szerintem, ha jól emlékszem, akkor ide kellett a kulcs. Most, hogy nálam van a kulcs, felkeltek? Vagy majd visszafelé.
Flash grenade. Üresek. Azt a kurva! Te tetű! Ki a faszom rak egy hullát be a szekrénybe? Megvan a kártya. Jó, az a baj, nem tudom felvenni, ezt viszont el tudom dobni, mert már nem kell. Jó, megvan a kártya. Jó, de itt még mindig van valami. Itt. Ez. Hát ez kösz, ezt nem tudom kinyitni. Ez a kéznyomok. Oh-oh! Ez mi a náthás? Te mi az Isten vagy? Megdöglöttél végre? Ne került ki! Most megdöglöttél, ugye? Döglés. Mi a tököm volt? Ennek az állatkának mi a neve? Jó. Bemegyünk és mentünk egyet. Meg... ami nem kell, azokat kirakom. Hát remélem a gránát sem kell. Egy heal legyen nálam. Jó. Pisztoly. Újra tárazzuk. Így. És most mentünk. Hú, srácok, ez azért nem volt egy egyszerű mutatvány. Na, most jön az a rész, hogy el kell mennem ide. Elvileg. Mert ott volt egy ajtó, amit kártyával lehetett nyitni, és most már nálunk van a kártya. Milyen jó, hogy itt már kitakarítottam. És ennek a széfnek kellene a kombinációja. Táblán nincs fönt egyébként. Nincs. Tring. Kártya kell, még kell. De figyelj, már ebből egy is elég volt. Most komoly, hogy... kettő? De ugye nem kell bemenni hozzá. Ó. Kimennék. Majd kijön az. Na gyere! Ki tudod nyitni? Kicsit erősebben. Lök meg! Úgy. Ó, csaljunk már egy kicsit. Szerintem ő nem kell fel. Ezt sem tudom. Van itt még valaki, hallottam. Úgy. A piros növény. Aha, ezt majd mindjárt kinyitom. Biztos, hogy én oda be akarok menni? Csak ezért kérdem. És ő is tudja használni az ajtót. Én várok.
Várjál, csaljunk majd picit. Ő még ott van. Anyádat, ez honnan került elő? Az a zombi, az honnan jött? Remélem a haverodat nem hozott. Az igen. Jó, ez biztos megdöglött. Jó, ezt újra tárazzuk, és megnézem, hogy el lehet-e vakítani. Haladj! Hogy vagyunk? Kósomba. Jó, az még egyelőre jó. Ez még nem halálos. Most viszont már dangerben vagyunk. Az viszont már halálos lehet. Kimennék. Jó. Ez így mínusz egy. De hát az a baj, hogy itt van még egy. Terv. Van egy tervem. Visszamegyünk a safe zone-ba. És azt is elmondom, hogy miért. Hozok gránátot. Szerintem az egy jó ötlet. Hol van? Erre. Jó. Mennyi gránátom van? De először is egy ilyet viszünk magunkkal. Egy gránát. Jó. Azt mondjuk kombinál. Ment. Mert egyet megöltem. Hát az a baj, hogy a gépfegyverben megfogy a lőszer vészesen. Azért ezekbe kell bőven. Menj már be. Ja, nem ezen az ajtón kell bemenni. Hol a folyosó? Ja. Hülye. Itt sincsen valahol kombináció egyébként. Nincsen valahova leírva. Falra, vagy bárhova. Nincs. Miért is volna? Ne aggódj, haver, már jövök. Kettő gránát. Ho-ho, talán abba beledöglik. Remélem. Na, haver. Ezt a szerencsétlent, bazd meg, hogy tudsz így eldobni egy gránátot? De belehalt. Ugye belehalt? Úgy néz ki. Na nézzük, hogy mit találunk itt ebben a szobában. Szekrény? Egyik sem nyílik. Ó! Oh.
Hát ide be kellett jönni a kazettáj. És még itt van lőszer is valahol. Itt. Gépfegyverbe. Aha. Hát egyébként tök kedves a játék, hogy egy kulcsfontosságú tárgyra ilyen szarokat rakott be, hogy vigyázzanak rá. Remélem ebből több nem lesz. A folyosón jó. A kurva! Menj már be! Jó, még kósomban vagyunk. Ne csukódj már be! Hát a kurva életbe. És... ó! Tudom, hogy hol vagyok. És azt is tudom, hogy akkor hova kell mennem. Először a safe zomba. Mert én ezeket még egyszer nem vagyok hajlandó megölni. Úgyhogy mentünk. Jó. És... igen. Itt is egy... ott a safe. Az is ilyen... de hova a francba lehet írva a kombináció? Miért van az érzésem, hogy ilyen nagy dögből még lesz? Nem. Figyelem mindenhol a falat, meg minden, hogy hát ha... miért volt ellenőrző pont? Hát ez nekem nem tetszik ez a hang. Igen, itt már jártam. És itt nincsen semmi. Nem. Ott sincs. Érdekelne az a safe, amúgy. Ezek most fogják áttörni a... üvegfalat, vagy üvegajtót. Jó, azt kapta a kritikát. Hát ez haver. Előbb kell felkelned. Na? És visszamennek. Egyébként tök szar, hogy alig van lőszerem. Jó, az is meghalt. Jó, ezek nem kelnek fel. Ó, zöld növény. Hát én azt azért elnyomom, érezzük már jól magunkat. És ezt sem tudom kinyitni. Hihetetlen. Viszont... ehhez van kártyám.
És a kártya már nem is kell, úgyhogy ki is dobhatom. Mondom, kidobhatom. Még zöld növény. Pisztolylőszer, az most jól jött. Na hát még ez milyen jól jött. Nagyon-nagyon-nagyon bőkezű a játék. Ez miért? Ez nem kombináció? Nem. Én már Resident Evilből kinézek bármit, hogy bárhová tudják rejteni a safe-nek a kombinációját. Lost items. Itt a safe kombináció. 9 és 3. Megvan. Jó, visszamegyünk. Kilenc és három. Csak most rá kéne jönnöm, hogy melyik az óra irányjal megegyező és az ellentétes irány. Mert úgy írta, hogy clockwise, meg mit tudom én. Majd ez kiderül, nem sokára. Szóval a safe az ott van. Kilenc és három. Furú egyébként, hogy... Ugye ez csak kettő számból áll. Szóval 9 és 3. Uh-huh. Hát ez a gépfegyverhez. Dual magazin. Hatvannégy töltény fér bele. Ho-ho! Megérte. Jó, akkor most megyünk visszafelé. Mert van nálunk ugye a lejátszó, meg a magnószalag is megvan. És azt az aulában vagy hol le kéne játszanom. Így. Ez eddig csend, békesség. Na. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first. Megnézi ezt, iszok. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bet. Meg volt a hangegyezés, bemutatkozott. Azt a növényt kérném amúgy. Ez jöhet, az is jöhet. És, ja, erre megyünk körbe. Aha. Te... életben vagy még, haver? Bard. Hát, ő kapott egy golyót. Bard's dead. He's been shot. Fejbe lőtték. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Jó, hát a Bard az nem fog nekünk segíteni, mert fejbe lőttek. Kérdés, hogy ki volt. Van egy tippem egyébként. Így viszont nekem kell megkeresni az ellenszert. Pirosunk nincs. Azt mondta, hogy a számítógépben. Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team
to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. Ooh. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Az úgy kellemetlen. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Jó, nem láttuk, hogy kilőtte le. I got Jill knew all along. And she trusted me anyway. Hát igen, Carlos most szembesült a tényekkel, hogy az Umbrella tehet úgy mindenről, és Jill ennek ellenére, hogy Carlos ugye Umbrellás, bízott benne. Jó, hát akkor... Oh, itt az ellenszer! Ott az a lila! Nagyon jó! Miért van az az érzésem, hogy nem lesz egyszerű a visszafelé vezető út? T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Őt is felvilágosíthatnád egyébként, hogy mi újság van. Hát persze. Miért? Játék, ezt miért? Hol van? Hova lett? Hallom, de nem látom sehol. Ott van. Hogy lehetek ennyire béna? Nem akarsz végre összeesni? Ácsi! Mennyi életem volt, hogy ez átvágta egyből a torkomat? Fájnba voltam, érted? Ez hogy lehetséges? T, I got it. Good, I'm headed your way. Be careful. Ez hogy volt lehetséges? Gyere le! Akkor itt küzdünk meg. Pá! Vagy legalábbis remélem, hogy ez az volt, és itt nincs még egy. De az ott... Ott van egy láda, oda hogy megyek ki? Itt nem voltam, és itt kellene kiugranom. Én visszamegyek, szétnézek még hátha. Mert ott kellene lenni. Háhá, megdöglötti a kurva anyádat. Full HP-ről átvágni a másiknak a torkát. Annyira azért nem vicces.
Valami útvonal oda biztos, hogy van. Ki kell menni a tetőre. Ez stim. Mert abban a ládában biztos, hogy valami jóság van. Ha csak nem, azt Jill-el kell felvenni. Hogy Jill-e ide eljövünk, és ő lehet, hogy itt át tud kúszni. Az a helyzet, hogy innen bentről nem tudok kimenni. Itt a korláton meg nem tudom, miért nem lehet átugrani. Itt ez megint el van torlaszolva, és ide bejövök. Itt megint nincsen semmi. Mert innen megint nem tudok ide kijönni. Azt ott szerintem majd Jill-en. Hogyha rendbe jön. Mert ugye Jill-nek van lockpickje. És itt egy csomó olyan lezárt szekrény, meg ajtó, meg kurva anyja van, amit majd csak ő tud kinyitni, úgyhogy szerintem vele is be kell majd járni a kórházat. Aminek annyira azért nem örülök. Ennyi, két táram van. Tarts ki, Jill. Hogy állunk élette? Fine. És alig tudok menni. Jó, akkor ez biztos, hogy Jill-el majd. Hát, öcsém. Jó. Teget békén hagylak, nem pazarlok lőszer. Mert ezt az ajtót is van, csak ő tudja kinyitni. Jó. Az ott nem az. Hol van a... hátam mögött. Itt. Tessék, ellenszer. A fenekébe, a fenekébe! Nem, oda kell adni, ahova azért szúrta, vagy válva, vagy a fene tudja. És mennyi idő alatt jön rendbe? Működnie kell. Azt a kurva! Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. Oh! Residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. Ó, szóval rakétát fognak kilőni a városra, és elpusztítanak mindenkit. Mindent és mindenkit. Mi az, hogy I got this? Meg kell védenünk Jill-t. Jó, akkor mielőtt megvédjük Jill-t. Nem szeretnék... itt... ezek nagyon sokan vannak. Ezt ne. De a detonátor az egyébként hova kell? Ja, hogy nem tudom így lelőni őket, az fasza.
Engedj már el! Engedjetek már el! Sokan vagytok. Caution. Díjaztam volna egyébként, hogyha üzé is kijön, a haver is kijön. Ez baj. Ez nagyon nagy baj. Jó, ez ennyitől hal? Az mondjuk dicséretes. Jó. Kell egy nagyobb táska. Heal. Engedj már el! Nyomom az alt! Ne szopkodd meg a fejemet! Fúj! Jó. Zöld növény. Miért jöttek ilyen kurva sokan? Na jó, hát... Csak mondom, hogy mindjárt kifogyok a lőszerből. Nekem nincsen, de van. Robbanj fel! Hogy? Találd már el a fejét, te! Hú. Sok lőszere. Ne már! Úristen, mi ez? Gránát. Most már kéne mennem hozzájuk, vagy? Nem. Szerintem csak simán fedezékbe kell bújnom. Mindjárt abba, amúgy. Tipikus japán cucc, felrobbantasz valamit, és pont úgy dől, meg úgy alakul, hogy az neked jó legyen. Nem vagyok jól, bazd meg, mert itt annyian voltak, hogy nem igaz. I'm coming back.
ez most csak undorító rész volt. Vaccine's a real deal. Oké, működik az ellenszer. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Oh. Aha, Jill már ébredezik. Nyugi, működött. Legalábbis remélem. Jó. Jill. Oh, thank God you're okay. I've got good news. It's over now. The city's safe. De hogy van biztonságban a város? Föl akarják ro... Mi? Aj, a fasz! Ja, hogy álom volt. Ó, bazd meg, Jill. Ilyeneket ne álmodjál. Egyébként tök buli, csak így itt hagytak minket, vagy? Ja. Aha, Jill most szembesül a ténnyel, hogy... Pedig de... El akarják pusztítani a város, hogy ne jusson ki innen a vírus. Ó, adod ide. Nézzünk csak itt szét nagyon gyorsan. Ezt töltsd újra. Na, azt mondja, hogy... ezt összerakjuk, amennyire lehet. Ezt kirakjuk egyelőre. Shotgun marad, lockpick marad, pisztoly. Mondjuk ezt is kirakjuk egyelőre, ezt átrakjuk ide. Azt mondja, hogy jó, zöld a növényem van-e? Nem, nincs. Az baj, akkor viszont vinnem kell magammal egy first aid sprayt. Biztos, ami biztos alapom. Illetve erre rakunk be egy shortcutot, ami ez lesz. Jó. Mentünk egyet. Yes. És menjünk. Morning, sunshine. Nem, nem hagytak itt minket, jól van. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? On underground. Bard stockpiled the vaccine enough to give the city some hope. Oh. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not talking to you. Na, azt mondja, hogy... Bazd meg! Szóval... itt szétnézünk és felveszünk mindent, amit csak lehetséges. Ebbe semmi. Itt bent. Semmi. Akkor mit tudok felvenni, hogy még piros? A hátam mögött. Vagy ezt egynek veszi? De miért hiszem azt, hogy kés van nálam? Igen. Na most, elvileg Carlos erre ment. Akkor... csak a lezárt helyeken kellene, hogy legyen zombi. Minden másfelé... tisztának kellene, hogy legyen a terep.
Jó, hát figyelj. Ja igen, igen, őt életben hagytuk. Egy. Jó, megyünk feltörni az árakat. Várjál, erre is volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy most Jill-el mindent is felveszünk. Nem hagyunk itt semmit. Az mi az Isten? Magnum lőszer. Lesz nem sokára ma. Akkor ott abba izébe, ládába ma Magnum lesz, tuti. Akkor azért elmegyünk. Akkor azért bizony elmegyünk. Jó, azt mondja, hogy itt is van valami. Amit nem tudtam valami oknál fogva felvenni Carlosszal. Oké. Okay. Ennyi? Na, elmész anyádba! Kimennék. Egyben nem hal bele. Kettőbe hal. Kettőbe hal bele ez a szemétdög. A kurva anyját. Ide. Jó, ott bent semmi, úgyhogy eljövünk ide erre. Merre megyünk? Arra nem. Oda kéne valahogy átjutnom. Fentről, tuti. Úgyhogy már megyek is. Na. Nagyon remélem, hogy ilyen nagy melákok nem jönnek még, mert... Fú... Az a szerencsé, hogy Carlos azért nagyjából kitakarítottuk itt az egész kóceráit. Jó, oda a staff roomba bemegyünk. Itt van safe zone. Zombi. Nyilván a többi is fel kell. Jó. Tör csak fel. Mi van benne? Jó, ez tiszta. Akkor megyünk innen kifelé a véreresbe. Itt a safe zone. Arra ugye nyilván nem megyünk el. Hát én azért előveszem a nehéz tüzérséget, hogy hát ha meglep engem egy olyan nagy. Szóval itt Jill-e látodok? Itt Jill-e... Ú, ott a fenekke Jill-nek! Ez az. És akkor itt szépen. Ezt Carlos nem tudom, hogy miért nem tudta megtenni. Oda nézzél! Inventory full. Mit dobjak ki? Az a baj, minden kell. És kombinálni se tudunk. Kurva életbe. To give you a headache.
Ja, itt megyünk be. Elő a nagy tüzérséget. Jó. Még vissza kell mennünk az emeletre, mert ott is vannak még ládikák. Aztán az nem úgy van, az csak így itt hagyjuk őket. Vissza ki a tetőre. Na, merre megyünk? Egyenesen. És innen meg jobbra. Fúj. Fúj. Ez az. Magnum ammo. Na ez eddig nagyon jó. Ahol a kettő dög volt, ott is van bent valami. Micsoda. Hát én esküdöm, ja. Jó. Ez megvan. És elmegyünk innen szépen ki jobbra. És erre. Erre csak? Igen, elmegyünk a beteg szobába. Csak az a baj, hogy tele van az inventory. Ami baj. Viszont már a lockpickre egyáltalán nincsen szükségünk. Akkor több zárat nem kell feltördünk. Jó, és akkor hogyha megnézem a térképet, mind a kettő szint megvan tisztító. Felvettünk minden tárgyat. Jó. Akkor viszont mehetünk Carlos után a Underground irányába. Mondjuk úgy, hogy pincébe. Tudom, hogy nem pince, de a föld alá. Fúj. Most felmerült bennem megint egy kérdés. Ami úgy hangzik, hogy majd ha odaérek, felteszem. Költői, ne válaszoljatok rá. Most ez komoly. Tehát, Carlos ezen az ajtón hogy jött be? Csak azért kérdem, mert Jill nyitotta ki. Zöldemény, kösz. Azt hova rakjam? Mit csinálják vele? Nincs semmi, amit ki tudnék dobni. Ha csak nem itt lesz valahol a safe zone, amit kétlek. Ezt se tudom elvinni magammal. De rossz. Annyira rossz, hogy nem tudom elvinni magammal. És kidobni se akarok kidobni semmit. Mert minden olyan, ami kell. Picsába. Na, ez gáz. Jó. Ja, nem felszedhető stárgy. Jó, hát figyeljetek, akkor az ott marad. Most
jobb ötletem nincsen. Kidobni meg se lőszert, se fegyvert nem fogok. Jaj, ismerős szitu. Rezi 2. Ending. Az is ilyesmi volt. Hol vagyunk? Ott volt ellenőrző pont. Érdekes egyébként, hogy egy kórház alatt ilyen dolgok vannak. Ott megint zöld növény, amit megint nem tudok elvinni magammal. Nem is értem akkor minek nézek szét. Mondjuk a továbbvezető utat keresni. Ó. Oh. Azt engedjük már le. Menj már be, Jill. Ez az. Szomorú, hogy itt kell hagynom egy csomó tárgyat. Kivéve. Store. Az anyuk maradhat. Így. Oda nézzél! Még háti táska. Nagyon jó. Hát akkor figyelj, egyszerű a képlet. Visszamegyünk. Nem hagyunk hátra semmit. Ennek most azért picit örülök. Inném. Ez itt tiszta. És vissza felmegyünk. Mert ott volt fent élet is, meg ilyen povder. És a povder is kell. Kell a povder, hogy tudjunk kraftolni lőszert. Futnék. Szóval ezt visszük. Meg a healt innen. Ez egyébként rohadt jól jött most nekem, hogy itt volt tiszta. A safe zone, meg még a plusz táska is egyébként marha jól jött. És ennyi. Akkor szerencsére nem hagytunk hátra semmit. Na jó van, akkor ezt se hagyjuk már itt. Mert elmentem már mellette, ki tudja hányszor. Hol van? Most tényleg hol van? Ott. Szaladnék. Így. Ott van valami levél a izé mellett. Ó, vissza kell állítani majd a power-t. Óra. Ez is jöhet. Jó. Így.
átrendeztük őket. Okés. Jó, ott dobunk egy mentést, de... No de srácok! Ennyi lett volna már a Resident Evil 3, így is elég hosszúra sikeredett, de sikerrel jártunk, megmentettük Jillt, felszedtünk mindenféle felszedhetős tárgyat. Úgyhogy innen fogom folytatni legközelebb a játékot. Szevasztok!